Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió pénteki híradóját látják, ezek főbb híreink. Jubileum. 100 éve kezdte meg működését a Soproni Kórház. Téli üzemmód. November 10-től már a fagyos időre készül a Magyar Közút. Alkotó diákok. Saját tárlaton mutatkoztak be a Handler iskola tanulói. 100 éve alapították a Soproni Gyógyközpont elődjét, az intézmény centenáriumi évfordulóját konferenciával ünnepelték meg pénteken a Liszt központban. Ennek során felidézték, hogy milyen jelentős fejlődés zajlott le a Soproni kórházban. A vendégeket először dr. Kulcsár Dániel, a Soproni Gyógyközpont megbízott főigazgatója üdvözölte, aki kiemelte, nagyon kevés intézménynek adatik meg, hogy ilyen múltra tekintsen vissza. Mint elmondta, ezen időszak alatt sok orvos dolgozott az intézményben, akik számos értéket teremtettek. Ezeket az intézmény mindmáig őrzi. Elődeink elsősorban a kitartásban, a nehéz körülmények közötti munkavállalásban mutatnak jelenleg is példát, hiszen ha belegondolunk abba, hogy a kezdeti időszakban, azaz 1919-ben milyen történelmi társadalmi helyzet volt az országban, milyen történelmi társadalmi helyzet volt Sopronban, akkor bizony azok a nehéz körülmények próbára tették az elődeinket a munkában. Ezt a kitartást, azt a betegcentrikus szemléletet, a gyógyításhoz való elkötelezettséget kell nekünk is tovább folytatnunk. A rendezvényen az ápolók fontos szerepéről is szó volt, akik az elmúlt évtizedekben válvetve küzdöttek az orvosokkal a városban és környékén élők egészségéért. Az ápoló szakma a kórházzal együtt fejlődött az elmúlt 100 évben, és a jövőben is számos lehetőség áll a hivatás előtt. Nagyon sokrétű az ápolási képzés, ugye a legalacsonyabb végzettségektől egészen az egyetemi diplomás képzésekig lehet eljutni, új szín, hogy gyakorlatilag egy úgynevezett non-doktor képzés is beindult, ami azt jelenti, hogy egyetemi végzettséggel ugye külön hatáskörrel rendelkező nővérek jönnek ki. Illetve egy másik érdekes momentuma az informatika, illetve a mesterséges intelligenciának a fejlődése. Jó néhány nyugati kórházban megjelentek a robotnővérek, illetve a robotműtősnők, hogy nagy érdeklődéssel várjuk a fejleményeket, de addig is itt vagyunk mi hús, élő nővérek, és sok szeretettel szolgáljuk a várost. A rendezvényen méltatta az intézményben folyó munkát Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, aki kiemelte, Sopron büszke arra, hogy ilyen gyógyközpontnak adhat otthont. A Soproni Kórházban az orvosok, az ápolók, a nővérek és a dolgozók elkötelezetten minden nap azért dolgoznak, hogy az emberek életében a legfontosabb az egészség megmaradjon, és büszkék vagyunk arra, hogy ezt itt Sopronban, a szeretett városunkban teszik, és örülünk annak, hogy az elmúlt évtizedben a kórház dinamikus fejlődésnek indult, és a kormányzati támogatásoknak köszönhetően olyan átfogó fejlesztések valósultak meg, melyek sokkal modernebb feltételeket biztosítanak mind a betegek, mind a dolgozók számára. A Soproni Gyógyközpont elődje 1919-ben csupán 4-5 orvossal kezdte meg a munkát, ma 140 orvos teljesít szolgálatot az intézményben. Téli üzemmódra vált november 10-től a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Az enyhe őszi idő ellenére a jogszabályi előírások szerint az ország teljes területén érvénybe lép a rendelkezés, hangzott el a szervezet megyei sajtótájékoztatóján. A Magyar Közút Nonprofit ZRT a 2019-2020-as téli szezonban az országos közúthálózaton összesen mintegy 1000 munkagépet állít hadrendbe. Felkészült a téli közlekedésre a Magyar Közút Nonprofit ZRT, hangzott el a sajtótájékoztatón. A vállalat megyénkben mintegy 1900 kilométeres útszakaszt üzemeltet, ezek téli tisztításáról is gondoskodnak, hogy mindig járhatóak legyenek az utak a megyében. A gépeink rendelkezésre állnak, igaz, még csökkentett létszámban, de 305 fő munkavállaló megyében készen áll, hogy biztosítsa a téli közlekedési viszonyokat, tehát hogy jó viszonyok legyenek. Azon kívül 48 nehéz gépjárművünk és 6 hómaró is rendelkezésre áll.
Azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvás esélye, ott hófúgórácsokat és hálókat helyeznek ki. A téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkát idén is az egyes útszakaszok forgalmi rendje és az úthálózatban betöltött szerepe szerint látja el a Magyar Közút. A normális útviszonyok annyit jelentenek, mikor nincs mínusz 8 foknál hidegebb, 30 km/h-nál nem fúj erősebben a szél, és ugye óránként 2-3 centinél több nem esik le, mert ugye ezt tudni kell, hogy a gépünk, illetve az erőforrásaink arra alkalmasak, hogy 2-5 órán belül tudjunk csak ugyanarra a helyszínre visszaérni. És ugye 2-3 óra több hó leesik, mint a 2-3 centi, akkor már az igen 10 centiket jelenthet akár, és azzal már azért nehezebben tudnak megbirkózni a közlekedők is, meg mi is. A Magyar Közút folyamatos munkavégzése mellett is fel kell készülnie az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak. A szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy a nyári gumijukat még a tartós fagyok előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. A Soproni Szakképzési Centrum Fáy András közgazdasági, üzleti és postai szakgimnáziumának diákjainak csapata nyerte meg a pénztár versenyének Győr-Moson Sopron megyei selejtezőjét. Az idén 7. alkalommal életre hívott vetélkedő hazai és külföldi középiskolások pénzügyi, gazdasági és vállalkozói ismereteit méretteti meg. Serényen dolgoznak a versenyzők a Nemzeti Adó és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron megyei Adó és Vámigazgatóságán rendezett selejtezőn. Itt azok vehettek részt, akik továbbjutottak az internetes fordulóról. A középiskolások idén is izgalmasnak és érdekesnek találták a feladatokat. Kaptunk egy házi feladatot mi az e-mailben, amiben értesítettek minket, hogy továbbjutottunk az internetes fordulóról. A házi feladatunk egy kétperces prezentáció volt, amiben be kellett mutatnunk, hogy milyen kockázatokra jelennek a pénzügyekben. Ezt egy verset és néhány illusztrációval oldottuk meg, és a zsűrinek nagyon tetszett, maximális pontszámot kaptunk rá. Szerintem a legérdekesebb feladat, ami nekem a legjobban tetszett, a pénzügyi történelem volt. Nagyon érdekes volt egy 19. századi magyar részvénytársaságnak a történetéről olvashattunk, és azok alapján kellett kérdéseket megválaszolnunk. A versenyzők jelentős számát tekintve a pénztár a legnagyobb pénzügyi-gazdasági vállalkozási témájú középiskolás verseny Magyarországon. A zsűri szerint is komoly tudásról kellett számot adniuk azoknak, akik ki akartak tűnni a mezőnyből. A Fáy András közgazdasági, üzleti és postai szakgimnáziumának a csapata azért különösen büszke az eredményre, mert mindössze 10. osztályosként érték el azt. Mi is eléggé meglepődtünk azon, hogy továbbítottunk, mert nem számítottunk rá, mivel elég kevés ideje tanuljuk ezeket a tantárgyakat. Igazából még csak 3.-4. hónapja. De örültünk neki, hogy továbbítottunk. A tanárnő küldött nekünk összeválogatva a különböző témákban egy dokumentumot, azt osztottuk fel egymás között, és azt tanultuk meg. És hát ez lett az eredménye, hogy 10-esként megelőztünk nálunk 2-3 évvel idősebb diákokat is. A következő lépés a soproni csapat számára november 21-én megrendezendő Nyugat-Dunántúli regionális középdöntő lesz. Ott rajtuk kívül 2 vasmegyei és 2 zalamegyei csapat verseng majd. Legjobb munkáikat állították ki a Handler Nándor szakképző iskola tanulói a hagyományos alkotódiákok tárlatán. A bemutatón több mint 100 diák művet tekinthető meg. Az iskolában tanuló diákok munkáit ne csak a pedagógusok és a diáktársak láthassák, hanem egy sokkal nagyobb közönséget is meg tudják mutatni azt, hogy ők miben sikeresek és miben jók, és mennyire kreatívak, és milyen sok minden, és sok szép dolgot tudnak alkotni. Így foglalta össze az alkotódiákok tárlatának fontosságát Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója. A Handler Nándor Szakképző Iskola kezdeményezése már 2007 óta megvalósul. Az első időszakban még csak a művészeti ágazat mutatta meg magát, de azóta nagy utat járt be az alkotói nap, árult el Kósa Éva, az intézmény igazgatója. Az első években a művészeti képzésben résztvevő diákok alkotásait láthattuk, majd ehhez csatlakozott az iskolában tanítható többi szakmának is a megjelenése, tehát itt most láthatjuk a fodrász, kozmetikus, informatikus, faipari képzések, építőipari képzéseknek az alkotásait.
A tárlat azért is érdekes, mert a diákok tudásukat nem csak egymásnak, de azoknak a fiatal társaiknak is megmutathatják, akik még szakmaválasztás előtt állnak. Az, hogy itt az ő munkájuk megjelenik, és ezt kiállíthatják, és közösen készülnek erre, ez mindenképpen egy csapatépítő jellegű is, és természetesen nem titkolt célunk az, hogy ezeket az alkotásokat az általános iskolai tanulóknak is megmutassuk, és hogy láthassák, hogy mi minden tanulható itt a Hanna Nándor szakképzőiskolában. Csécsei Eszter alkotásai is kiállításra kerültek. A fiatal tanuló több művet is készített a bemutatóra. Én már 4 éve járok ebbe az iskolába, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része az iskolának. Mindenki megmutathatja a saját szakát, hogy mit tud, és hogy a legjobbakat beválogatják, és kiteszik, és hát ugye engem az motivált, hogy a külsős emberek lássák, hogy én is tudok alkotni. Az alkotó diákok tárlata egészen november 22-ig munkanapokon látható reggel 9 órától egészen 18 óráig. Pszichfaktor. Ezzel az elnevezéssel színes kulturális fesztivál várt az ország pszichiátriai otthonának lakóit pénteken a Gyík rendezvényházban. A program házigazdája az Ágfalvi pszichiátriai otthoni már 5. esztendeje. A rendezvény a lakók számára igazi társasági eseményt jelent. Hark, sziszenés, kulcsfordulás, zár, mikordul. Énekzene, versmondás és színdarab is szerepelt a Pszichfaktor országos kulturális fesztivál programjában. A fellépőket Filip Márk önkormányzati képviselő köszöntötte, aki szerint üzenetértékkel bír a seregszemle. Ha már tehetségkutató vagy tehetséggondozó eseményről van szó, akkor a mindannyiunkban ott rejlő tehetség és a mindannyiunkban ott lévő képesség, inkább én ezt a szót használnám, a képesség az, amit itt megmutathatnak azok az embertársaink, akikben ugyanúgy ott szúnyad, mint a többségi társadalomban. Ez a legfontosabb üzenete, merjünk nyitni mindenki felé, az egész társadalom egy nagyon széles spektrumában benne rejlik a képesség, és ezen kívül természetesen a tehetség is. És erről szól ez a mai nap, és örülök neki, hogy részese lehetek, és itt lehetek. Az első ilyen jellegű fesztivált a 70-es évek második felében a Simasági Rehabilitációs Intézetben rendezték. A hagyományokat elevenítette fel a program megszervezésével az Ágfalvi Pszichiátriai Otthon. A főszervező Belényes Éva szerint a lakók számára a fesztivál igazi társasági esemény, ahol a magukban rejlő értékeket megmutathatják, barátságokat köthetnek, és bemutatkozhatnak a nyilvánosság előtt. A mi lakóink azok nagyon készülnek, ők szeretnek minden megmozdulást. A többi intézet is már így évelején szokott érdeklődni, hogy akkor évvégén lesz a rendezvényünk. Maga az, hogy megmutathatják magukat a világnak, azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség. Főleg, hogy itt a rendezvényházi már 5. éve fogad be minket, és ki tudunk lépni az intézet falai közül. Azért a pszichiátriai betegeket elég rossz szemmel nézik a világba, úgyhogy egy kicsit ezt próbáljuk ebben meg csökkenteni, vagy egy kicsit megingatni. De hogy az ő szempontokból az, hogy felléphetnek, maga az, hogy egy színházi körülmények között léphetnek föl gyakorlatilag, az egy hihetetlen élmény, illetve a pszichés egyensúlyuknak is az, hogy tanulni kell, hogy feladat van, hogy nem csak vannak az intézetben és nézik a 4 falat, az sokat segít. Ide hallgatja, kiskapat! Az aranypénz adonyomba vitt vissza a kincstár! Az idei évben több mint 100-an mutatkoztak be az országos kulturális fesztiválon. Az elméletet a gyakorlattal fűszerezte a Soproni Múzeum, amikor csütörtök este az S. Sörlábas házi kiállításon egy fertőrákosi sörfőzdét látott vendégül az Orsolya téren. A kóstolóval egybekötött bemutatón a vendégeket Németh Gábor avatta be a kisüzemi sörfőzés titkaiba, és mutatta be a sörfőzde kínálatában megtalálható felső és az alsó erjesztésű söröket. Hatalmas érdeklődés övezte a kisüzemi sörfőzést bemutató kísérőprogramot a Lábasházban. Az S. Sör című kiállítás remek alkalmat adott arra, hogy ne csak a nagyüzemi gyártás kerüljön előtérbe, hanem az egyre népszerűbb kisebb üzemek termékei is. Szeretnénk ezt a mai estét egy kicsit különlegessé tenni, hogy bemutatjuk a sörfőzdénket. A kiállításnak ugyanis a témája inkább az, hogy a nagy sörgyárak a
az elmúlt időszakban, az elmúlt száz vagy inkább még nagyobb évmennyiségben, hogyan és mind főzték a söröket, milyen sikereket vagy éppen kudarcokat éltek meg. Mi inkább a másik oldalt szeretnénk megmutatni, mégpedig azt, hogy a kisüzemi sörfőzdék hogy boldogulnak, főleg így 2000-es évek után, illetve jó magunk a 2016-os év után, úgyhogy mi inkább ezt az oldalt szeretnénk megvilágítani, hogy mi mivel küzdünk, mi milyen söröket főzünk, és mi hogy álljuk meg a helyünket a sörpiacon. A vándorkiállítás országszerte nagy sikert aratott. A szervezők számára egyértelmű volt, hogy Sopronban is el kell hozniuk a tárlatot, hiszen városunkban 1895 óta működik a sörgyár, amely a második generációs gyárak közé tartozik. Ez a Soproni Múzeumnak egy vándorkiállítása, ami bő egy hónapja fogadja itt nagy sikerrel a látogatókat a Lábasházban. Azt kell tudni róla, hogy ez az ötödik állomás itt Sopronban, előtte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Kungszentmártoni Helytörténeti Múzeumban, Pécsen, illetve Miskolcon volt. Az S-sör, a Sernevelőtől a Sörgyárig című kiállítás még november 10-ig várja az érdeklődőket a Lábasházban. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a Mozaik, amelynek témája az óvodások iskola érettsége lesz. Utána Sterc című gasztronómiai műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton is marad a borongós idő, többfelé megmarad a pára, a köd, némi esőre is készülhetünk, csak kevés napsütés várható. Délután a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 12 fok között alakul.